központi buszmegálló és elkerülő út épült, valamint nagy volumenű energetikai fejlesztést is végeztek a nyírbátori ipari parkban. A beruházásra azért volt szükség, mert jelenleg több mint 200 településről közel 5000 munkavállaló dolgozik itt. Műszakváltások idején akár 80 busz is érkezik a parkba. Az erről szóló tájékoztatón elhangzott, a multinacionális cégek mellett számos hazai kis- és középvállalkozás van jelen a megye egyik legmeghatározóbb ipari parkjában. A szolgáltató maga is kivette a részét, és azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül fontos dolog, hogy maga az áramhálózat fejlesztése önmagában majdnem 1 milliárd forint volt. Ha mindezt összerakjuk, akkor látszik, hogy ez az 1 milliárdos projekt, ez több mint 2 milliárdos projekt, és ez azt mutatja, hogy 2 milliárd forinttal tudott bővülni a nyírbátori ipari park, és én azt gondolom, hogy ez önmagában dicséretes. Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, ebben az uniós ciklusban 48 programban mintegy 35 milliárd forint értékű uniós és hazai forrás érkezett Nyírbátorba. Ennek egyik legjelentősebb beruházása az ipari park fejlesztése, melynek végcélja az, hogy tudományos és technológiai park jöjjön létre. Azt indítványoztam, azt szeretném kérni miniszter úrtól, hogy ezt a parkot minősítsük Science Parknak, tegyük meg a szükséges lépéseket. Kérem tisztelt miniszter úr, hogy amennyiben lehetőség adódik, a Science Park irányába tegyünk lépéseket, hiszen itt minden lehetőség rendelkezésre áll. A tájékoztatón Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, a következő fejlesztési lépésre is megérkezett a forrás. Az önkormányzat 460 millió forintot nyert inkubátorház fejlesztésre az ipari parkban. A tudományos és technológiai park minősítéssel kapcsolatban kiemelte, Nyírbátorban minden adott ennek megvalósításához. A nyírbátori az a nehezebben fölépítettek közé tartozik, viszont minden esetünk megvan arra, hogy ezt jól fel tudjuk építeni. Abban maradtunk, hogy részben a város polgármester úr, képviselő úr, a helyi kihelyzett képzési központ a kormánnyal együtt ennek a struktúrát fölépíti. Úgyhogy 2 éven belül ebből látható eredmények lesznek. Az ipari parkban tett látogatást követően a nyírbátori városházán tartottak konferenciát. Az eseményen elhangzott, innovációs és technológiai kutatási központot is létrehoznak Nyírbátorban. Ma azért is mérföldkő a térség életében, az Észak-Alföldön, mert elindítjuk kutatási programunkat, fejlesztési, innovációs és kutatási központot indítunk, amelynek része a gazdaságvédelem, a vállalkozásvédelem, az innováció és a védelmi ipar. Az Innovációs és Technológiai Kutatási Központ létrehozásáról Nyírbátor városa, valamint a Kelet-Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ írt alá megállapodást.